Hello! Sziasztok! Kit a csatornán képer jelentkezik. Következő videóval lehet, hogy lesz airdrop nélben, úgyhogy arra készüljünk fel. Ha nem, akkor az lesz, hogy iszonyat mennyi... itt ezek a fák, ezek erősebbek. Iszonyat mennyiségű fák kellene vágnom. Meg klét kellene gyűjtenem, úgyhogy ezzel addig szó szerint elcseszem az időt. Mennyi idő van? 56. Nézzük az eget, mint az állat majd. Egyébként ez a fás rész az egy ilyen nagyon baráti. Szerintem ez egy ilyen nagyon könnyű rész, nem? Na, menjünk a motorhoz. 12.00. Hop! Ide dobta le messze. Gyorsan. Gyerekek! Na, közben beszélek ám, egy csomó mindent fogunk ma is csinálni, ahogy mindig is. Csak végre egyszer talán odaérek az airdrophoz. Időbe. Na, akkor megjegyeztük, 25. nap jött. Meg kell néznem majd, hogy hogy van beállítva, hány naponként jön, és akkor figyelni kell erre. Menj már! Menj már! Nem a fejemre esik most meg. Sova tűnt? Ah, itt van! Figyelj ide! Hát majdnem rásütt a fejemre tényleg. Jaj, de jó! Airdrop! Végre megvan egyből, hallod? Nagyon király vagyunk, meg közben fát kell majd gyűjteni. Fát kell gyűjteni, meg klét is, megyünk haza és meg fogjuk valósítani még egy dolgot, amit kitalált a Keeper. Szupli. Ne. Volt benne egy elégett krumpli, egy darab halkonzerv, meg egy, mi a szar, egy csak francia kulcs. Hát komolyan mondom, őrülök meg. Hát mi történt itt? Hát most nagyon átbazva érzem magam, gyerekek. Á? Nem vagyok boldog, na. Figyeljetek, itt meg itt van az a város, tök jó, ezt ki lehetne. Jó, minimum egy 5000 fát szedünk. Jó, nem talált el, Keeper, mi történt? Csak. Jaj, jó pár ezer fát szedek. Hát azért nem is került ezer, mert azért fa nem kell olyan marhasok. Még elég jó olyan. Clay kell inkább. Itt a síkságon itt leszedek egy csomót. Na! Ugye? Amire szükségem van. Kaja. Nagyon nem vagyok jól ellátva kaja ügyileg. És ez már engem is kezd zavarni. Emiatt azt fogom csinálni, hogy nekiállunk egy kertet készíteni. De nem akármilyen kertet, hanem egy különleges kertet. Mert... elfogyott a staminám, ez viszi a staminát, mint az Isten nyíl a bazeg. Na addig, nézzük, valami mi az az égett izé, és meg tudom enni, allad, és 10 kaját ad, egy égett szar, hát komolyan, ekkora szarságot. Ennyi fát szedtem eddig? Ó, 5000 fán van, úgyhogy egész jó állunk. Még néhány darabot. Mondjuk ez az utolsó, jó? És akkor álljunk neki Claynek. Látod? Itt csak Clay jön. Míg a sivatagban homok és Clay. Úgyhogy itt sokkal gyorsabban tudjuk szedni. Összeszedünk egy 6000 darabot, jó?
Franca sem bele, hogy egyébként nem találtam izét. Nem... Nem kaptam... Az árusnál, ugye Augert elvrajzott, vagy semmi jót. Én folyamatos pénzgyűjtésbe leszünk, de... Nem nagyon vagyok boldog. Jó, hát itt egy 6000 darabot nagyon gyorsan szedek. Sokkal jobban jön. Ez az. 1500. Mindjárt meg lesz a szintem is. Majd most egy kicsit csinyán fogok bánni a skill pontokkal, lehet, hogy kicsit beosztom, és majd később osztjuk el. Mert ha közben valamire szükségünk van, akkor el tudjuk osztani, de meg így meg mindig rárakom valamire, azt lehet, hogy nem is arra lesz szükségem. Mert igazából annyira szükségem most skill pontra nincs, hanem inkább meglátjuk, hogy merre specializálódunk. Oké, gyerekek? Meglett az airdrop, gyerekek! Volt benne egy idő, rohadt krumpli vele, vagy egy égett krumpli. Egy 6000 clay-t összekapunk, azt megyünk haza, nem csináljuk tovább a dolgokat. Mint hogyha valami lett volna, de úgy látom, hogy tévedtem. Hát ez easy, konzervdoboz. És még mindig nincs scope-on, és nem tudok csinálni egyébként rá. Ja ne, oda nézzél. Van 8-szoros mod, baza, mi kell hozzá? Nem tudom, mert... Ja, itt van. Úr, pedig hallott, tök egyszerű lenne megcsinálni, és nincsen... Nincs kitanulva a scope modifikáció. Na, ennek a tervrajznak is tudnék ám örülni. Hát csak nincs, nem tudom. Ez a baj. Na mennyi klényem van amúgy? De nagyon beakadtuk. Na, 3000. 3000-ből ugye... Nem tudom, mennyi cobblestone tudok csinálni. Ejha. Hello anyám. Jövő, úgy valba lőttem, olyan megpördült a tengely közt. Imádom ezt a nyílt puskázást. Az a flaming arrow az valószínűleg még nagyobbat sebezne. Meg ugye földgyújtja, úgyhogy nem lehet rossz. Na, ne tököljünk. Egyébként itt tudnék ilyen teának, meg mindenfélének gyűjteni alapanyagot, ugye itt ne... Na, megvan a szintem. Ja, ezt egy kicsit most anyagolom a skillpont elköltést. Mert lehet, hogy például ugye az elektromosság ott majd kezdem megtanulni, akkor arra is kellene pakolnom. Valaki ordítodik ám. Barátom. Mint hogy gyengébbek lennék a zombik, vagy nem tudom. Lehet, hogy csak úgy érzem, mennyi van? Hogy... Jó, mindjárt megvan a 6000, aztán megyünk ám. Megyünk haza 1000-re, jó? Torony irány mindenen keresztül, vagy inkább nem. Az úton megyünk. Menjünk torony iránt? Menjünk torony iránt. Meg vagyok győzve, gyerekek. Jó, de itt olyan jó, olyan a clay. Van itt lejjebb. Lehet, hogy még jobban jön, mert itt nem ad füvet. De jól jön itt, hallod? Itt még jobban jön. Mondani 1500, 1628, 1672. Hát, kipróbálom. Hát, le. Könnyen el az? Itt. 44-et ad, és két füvet. Itt is 44-et ad. Na jó, akkor tévedtem. Na! Oké, skacok, szerintem most meg viszont már van 6400 darab, szóval akkor tökéletesek vagyunk. Menjünk a francba. Összeszedjük a motorinkat, az torony iránt hazamegyünk, jó? Nem tökölök.
Nincs tojás. Tojás az mindig jó, mert akkor tudunk csinálni sonkás tojást, ami... Ja, például mondjuk a földöcskére lehet, hogy kellene raknom. Nézzük meg azt, az hol van a földöcske? Hol van? Az lehet, hogy valami... Az hol van a földöcske? Indul a Master Chief. Ja, csak nincsen olyan alapanyagom. Mi ez a nagy kör? Úristen. Itt meg ilyen köd szokott lenni? Lehet, hogy ja, nincs olyan alapanyagom, akkor cseszhetem, tudod. Na, arra kéne menni. Torony irán megyünk, mind az őrültek, akármi is lesz. Várjál, egy dolog. Sörétes legyen nálam. Ha valaki megtámad, madár, akármi, akkor ugye relegyek belőle. Na, tényleg full torony irányt megpróbálnak oda menni. A legrövidebb útvonalon. Ez egy templom? Itt nem bírja ki, hogy ne menjen be. Nem kellnek ki a hullák? Koporsók vannak? Mazán nem bírom ki. Mi van koporsóban? Csak csontok vannak? Hát nem bírom ki, hogy ne nézzem meg. Itt ezen a kiégett földön még sose lootoltam. Valaki öreg. Ezen a kiégett földön még sose lootoltam, és kíváncsi lennék, hogy mi az a... amit dobnak. Körül, megnézzük őket, jó? Egyébként itt baromi nyengék a zombik, azt veszik észre. Ott egy... ráadásul könyves, bú. Azért használom ezt, mert egyet tudok craftolni, érted? Tök egyszerűen. A csáva ez nagyon kemény. Hogy hörgötsz mi? Na, ott van a könyv. Hát... Valaki még van. Hello baby, figyelj! Várjál! Hova mész? Ne menj már! Itt vagyok. Ahhoz egy tudomány kell, hogy négyszer mellé lövök. Ugye? Hoho, menjön vannak ezek. Mi a szar, honnan jöttek? Jobb ez a fegybe, imádom. Nagyobbat is sövöz. Na! Szituáció. Én kéne lootolni a dolgokat. Na mi van itt? Koporsó. Könyves? Auger! Attól félek, én is pont Auger lesz meg. Ez jó mondjuk. Ezek a magunk, ezek mindig jók. Hopp, ezt ki lehet lootolni? Aha, ezt ki lehet. Volt benne egy murky water, már megértem. És lószor lesz. Oh. Testék. Hoppá! Spire. Nagyobb sebzést okozok. Hát, megtanulom, mert miért nem, mert igazából hadd tanuljam. De nem sok értelme volt. Jó van, hát ennyi volt. Nincs, várj, nincs harangtorony? Nem lehet valahogy feljutni? Ennek nincs harangtornya? Nyuku? Ajtom van. Az igen. Hát lehet, hogy csak ilyen töbör. Nem láttam fölfele vezető utat. Na, várjál már! Arra kell mennünk, balra.
Speed limit 25 mérföld, gyerekek, nagyon gyorsan ne tekerjünk. Ó, de szuper. Hogyha van, lesz valami útközben ilyen nagyon érdekes dolog, azt lehet, hogy kilutolom. Na és az omád élet az erről szólna, hogy megyünk, motorozunk, lutolgatunk, éjszaka behúzódunk valahova, vagy tevékenykedünk. De az a lényeg, hogy egy ilyen nagy kör, tehát így elmennénk egész a... egész éjszakra. Ugye a havas tájra is. Na itt van valami házikó. Már ilyen házakban nem valószínű, hogy olyan nagy hatalmas loot lehet, nem? Úgyhogy ezt kihagyjuk. Hogy ez komolyan egy folyó van? Ja nem, egy tó. Jó. És itt ez mi? Ez egy gyár? Jártunk már erre? Nem. Ez mi ez a hely? Mi a szar ez? Ez valami csúnya hely. Ez egy temető? Igen. Ez egy ilyen kripta? Biztos nem lesznek zombi kripta. Ó, itt a loot. Legalább tudjuk. Azt a betyár úr is töröteket. Itt szerintem lesznek, Allard? Bőven nem. Marha gyanús. Hűha. A faszt! Öcsém, nem nagyon fostam össze magam már. Hogyan? Hú, bazán, rendesen borsozik a bőr. Mi a fasz? Ez mi volt, gyerekek? Ez mi volt? Fosok. Ezek futtak, báze! Hogy az anyátokba futtok, ha? Azt a vocskos rohadt élet! Ilyes vagyok, szóvias vagyok. Hallod? Megkockáztassa ezt? Ez nagyon veszélyhely. Nem? Ezek majdnem meghágtak apám. De hogy a francba futott? De érted, nem csak egy. Az egész bagázs rohant. Neki mit ütsz, valószínűleg valamit üt. Meg honnan kerültek elő? Hogy jöttek elő? Honnan? Azt a érted? Hogy kerültek elő? Ezekből a falfülkékből jönnek? Vagy honnan a szarba? És valaki itten ide huncutkodik. Amit szerintem onnan jönnek. Te Isten! Fosom össze magam, esküszöm. Tele leszek szarral.
Hát is... Nem gondoltam. Fosok, na, fosok, bocs. Most, hogy sörétesre váltottunk, de bazze. Nem akarok kiíratni magam. Miért mutat arra? Be van falazva? Arra mutat a izé, hogy ott arra van a loot. Mindjárt körülnézek, mert még gyanúsak ezek a... Megint futnak, bazd meg. Rott életbe. Faszt. Majd a francokat futnak. Nem akarok súlyán beszélni a gyerekek, ez több mint gellemetlen. No. Jó elizőtök, el... Elmaszkáltunk mi? Ez mi? Poncsó. Mi van itt nincs? Miért nem volt hülye? Mindenhol volt. Csak nehogy valami csapda legyen, komolyan mondom, már kinézek mindent ezekből. De fiú, itt van sok loot. Fejeket robbantotta szét a Keeper, mind a szart. Mindjárt várja. Valaki ketyeregnek, még mindig. Na jó, nézzük át. Jó, oké, nem a probléma. Nézzük, mit tanulhatunk. Valami izényt. Ez mi volt? Minek örültünk annyira? Annyira örült valaminek ez a... Ez eladásra jó lesz. Együk meg ezt. Rep. Jó van, már mindjárt átnézek. Most már nem akarok kimenni a motorhoz egyébként. Az a nagy helyzet. Úgyhogy átnézzük, hogy mi az, ami nem kell. Figyelj, ezt biztos nem kell. Csontom egyébként van annyi, mint a sár, úgyhogy ez nem kell. Ennyire a multivotor nem kell. Kettő darab üveg nem kell. Fű nem kell. Jó, akkor ezek így maradnak. Vaj, ezzel mit tudnék csinálni, hogy baja van a kezemnek? Mi ez? Mit tudok ez a csinálni? Spérzők? Elsősegély csomaggal tudok csak meggyógyítani. Várjál? Lehet, hogy mázink lesz? Ó, mázink is van. Király mód. És akkor meg... Oké, még ez is van. Jó. Nézzük. Ez az egy... Ja, itt egy könyv, meg azt hiszem a másik oldalon is volt. Ez mi? Milyen könyv, milyen könyv, milyen könyv? 9 mm-es lőszert tudok craftolni, ami HP-set, high power-eset. És még ott van egy. Na. Ezt tudom, ismerem, ez mi? Robotic Drone Medic Mod. Egy modot tudok drónhoz, az is jó. Jó, viszont akkor ezeket is felvesz. Oké, és itt más nincs is abszolút? Nem az a fura, hogy mi volt ott a lámpa?
Tudjat, még megnézzük. Itt már nem látok semmit. Megyünk kifele. Bocs, hogy bejöttem ide, de élvezem ezeket a... Élvezem ezeket a szituációkat. Na, itt ezt nem értem. Úgyhogy itt ezt lehet, hogy... Nem szép dolog, de... Kicsit... Ugye, megoldok a dolgokat. És ez mi? Ez kő. Megnézzük ez meg, nincs valami. Jó? Gyanús. Nem gyanús, gyerekek, ez a... Hogy ide világít a lámpa. Ugye. Kijutunk-e, vagy bejutunk-e, vagy föld alá jutunk-e, vagy titkos hely. Gyerekek, miért három vastag ez? Nem gyanús? Ne szórakozzál, nekem ez gyanús. Semmi? Szikla? Nem a bazza, én azt hittem, hogy itt van valami. Na figyelj, ide világít. És tényleg semmi nincs. Na szóval, még itt ezt akartam megnézni, hogy... Itt valami. Semmi. Jó, hát akkor semmi, akkor bocsánat. Azt hittem, hogy van valami. Jó, hát akkor megyünk tovább. Oké, srácok, meg is történt az esemény. Valaki egyébként mozgolódik, úgyhogy óvatosba. Jó, hát találtunk dolgokat, bár nem olyan fontos dolgokat, úgyhogy annyira nem volt nagy szám bejönnére. Itt mit csinál valaki? Lehet, hogy kintről akar bejönni. Megnézem itt ezt a tornyot is. Ezt talán tényleg megyünk ám oda. Oh. Ez mi volt, bazd meg? Potyognak le a toronyból, Dick. Fogadjatok meg. Alul egy üveg, beszarsz. Fönt szerintem semmi. Itt van még egy darab helyiség, ahol lehet valami. Egy darab koporsó, ennyi? Ez nem valami nagy szám volt ez a hely. Ugye? Esetleg egy tető lehet? Nem, mert ez nem tető. Ja, nincs semmi, oké. Jó, megyünk gyerekek, amúgy is elég para itt az elemár meg minden. Oké, skacok. Menjünk torony iránt, hazafele, ugye? Érdekes helyeken járkálunk. Ó! Erre nincs medve? Zombi medve? Csak a robbantottam van? Ja, itt meg már robbantott, oké. Minden jön a robbantott. Talán nem találkozunk zombi medvével, pont nem jó fegyver van elővéve, úgyhogy... óvatosba. Jó, jó, és akkor folytatjuk a dolgokat. Hát gyűjtöttünk néhány kacatot. Nem tudom, ott van az út, ahova ki kell érnem, de menjél már, de... Azt mondtátok, hogy ez le van aknázva sok helyen, de eddig még soha nem futott a aknára, hát hál' Isten, mondjuk. Ez nem az az út, ahol voltam. Ott van a nagyváros, ugye? Vagy mi a szar az? Állja meg! Tőlem jobbra. A nagy... Igen, a nagyváros. Mondjuk az a nagyváros az érdekes lehet. Itt lehet, hogy csinálunk egy olyat, hogy egy napot rászárunk, aztán ott darálunk, amit tudunk. Meglutolunk, amit tudunk. Legnagyobb épület. Ott egy medve, bazzel. A faszod! Menj már! Ó, oh, nem hiszed el! Menj már! Nem beszarok, komolyan. Na, érjünk már haza. Ez sok törmelék. Menj már!
Na meg a madár. Na meg úgy fejbe vált, hogy... Menjünk ma! A rohadt életbe! Hol van ma a lakhelyem? Őrület ez a hely, úgy utálom. A francesse beléd. Nem érjek haza ma. Hát mikor érek ma haza? Ez ilyen nagy, jöttem volna az úton inkább. Menj fel! Meg ilyen tagolt, érted? Ilyen domb, ott a zombi merve, már megint be, persze. Minden szar szeméttel megragva. Bejött a lyukba. Már hadd kéne érnem, hát itt mutatja, hogy hadikó vagy. Hogy rossz helyre jövök, vagy mi van? Öcsém, soha többet nem megyek ezen keresztül. Motorra. Toronyirán. Azt a rohadt életbe, azt mondtam, soha nem érek padama. A rohadt életbe, gyerekek. Ez egy halál volt, apám. Édes Istenem, az égbe, abba. Komolyan mondom. Rémálom volt. De jó, hogy égnek legalább ezek. Na, akkor, amit ki kéne pakolni, nagyon sok minden van, úgyhogy szépen sorba. Nézzük végig, hogy ne kelljen háromszor. Ez. Zsír nincs esetleg? Nincs, nem, pedig nem szedtem szét a állatot, nem lett bele a zsír, vagy kiroptam? Nem tudom. Jó, nézzük. Gyógyszer. Egyelőre. Nézzük végig. Ez a gyógyszer mehet ki. Oké. Okay. Fa. Egyelőre kiszórok minden. Fa. Vas. Vas. Nem vas. Vas. Ennyi vasam van. Stone. Ugye? Réz. Rezet nem szedtünk? Jó. Olmot ez biztos, hogy szedtük, mert láttam, hogy volt. És volt vas is, csak ilyen vas. Elektronyos alkatrész. Var. Mechanikus alkatrész. Biztos van. Nincs. Vagy elektronyosba ez is megy. Mechanikusba. Nincs mechanikus. Szerves craft. Van. Egyéb craft. Van. Elektronyosba nem is mehet. Eladási cuccok, az meg ez megy rá, meg ez megy be, mindenképpen. Oké. Okay. Jó van, gyerekek, hát ez egy most eléggé hülyeség volt egyébként futkorásznom. Mert ennek nem nagyon örülök. Ez marad, ez van. Ez menjen ide bele. Ez. Gyógyszerben menjen ide bele. Az egyéb kratka még megy a fösték. Ez a fösték, ez jó nekem? Van egy ilyen red festéke, ez meg egy blue. És akkor tudok vele festeni, viszont az tök jó lesz. Oké, okay, ez marad itt. Ez marad itt. Ez marad itt. Ez eladásra megy majd. Az eladó cuccokhoz mennek alapban már az olyan fegyverek is, amik nem kellenek. Modifikáció. És alkatrész. Jó. Oké, okay, gyerekek. Meg vagyunk, ugye? És ilyesek vagyunk, szomjasak vagyunk, akkor már együnk, ígyunk.
És egy ilyet beverünk. Meg. Ígyunk is egyet. Na, viszont. Még mindig, ja, igen, kellene csinálnom még egy kertet is. De mennyi idő elmegy mindenre? Úristen, nem tudok megcsinálni már egy kertet se. Még fel kéne upgrade-en, és ki kéne próbálni ezt a csapdarendszert. 18 óra, úgyhogy addig biztos, hogy ezt meg tudnánk csinálni. Viszont ahhoz kellene fa, ugye? Ahhoz kellene stone, tehát cobblestone. Ahhoz kellene még beton, ugye? Nézzük meg, hogy itt mi történik. Mi folyik itt gyöngyösen? Van 700 valamennyi. Mehet a cement még. Oké. Okay. Itt mi történik? Még mindig pakolja a klét. Az jó dolog. Nem craftolok belőle semmit már most egyelőre, ne? Itt most fogyott el pont a klé. Úgyhogy ezt kikapcsoljuk. Itt. Van kettő-kettő klé. Úgyhogy ezt is törnöm, hogy kikapcsoljuk. Itt három darab klé. Vagy gyerekek? Na, egész jó. Egész jó, hogy csináltuk a dolgokat. Kiszedem ezeket a fákat. Tudjam, hogy mi van. Itt mi történt? Ezt is kikapcsoljuk. Ezt is kikapcsoljuk. Na. Miért nem engedik kikapcsolni? Ezt miért nem engedik kikapcsolni, gyerekek? Valamit? Érdekes. Ezt nem értem, hogy ezt miért nem engedik kikapcsolni. Mi történik? Nem is craftolok be semmit, nem enged turn off-ot nyomni. Az frankó. Esetleg ki tudom menni ezért? Nem tudom kivenni az anyagot se belőle. Ha berakok egyet, másikat nem engedik kivenni? Nem, bazd meg. Ó, te fiú, nem engedik. Na, most oké. Okay. Nem tudom, miért nem engedte. Mi volt a gond vele? Jó. És akkor ez lecsül. Nem megy be a clay. Ebbe meg megy a kő ezerre. Meg ugye készül az. Oké. Okay. Akkor már csináljunk betont. Szerintem beton az lett egy csomó. Ide kellene még homok. Úgy. Mi hiányzik hozzá? A stone? És akkor megint 700 valamennyit csinál. Mi jó? Oké, gyerekek, kellene egy kis cobblestone. Hát nem tudom mennyi, legalább egy... Szerintem egy 400... A clay kellene hozzá, ugye? Nem ártana. Az a gyerekek, ez egy halál, ez a folyamatos alapanyag menedzselés. Mennyit tudnék összesen? 5000. Hát egy kellene, szerintem egy 400 darab craft, és akkor marad azért mindenem. Oké. Okay. Jó. Stone. Innen nem kell semmi, viszont itt van izajem. Cementem, ezt még be kéne szórni ide. És akkor tudok csinálni ilyet, még 200 darab. Oké. Okay. Van 1000 darab beton nálam. Lesz cobblestone, meg ugye lesz fa. Úgyhogy nekiállhatok upgrade-elni a dolgokat. Hol van a csavarkulcsom? Vagy nem a csavarkulcs, hanem most már ilyen a dolgunk. Oké, okay. Ott a külsőt meg kéne csinálni, és akkor kellene készíteni, hogy ki kéne próbálni egy zombival, ugye? Jó, gyerekek. A lépcsőt meg kellene, el kellene készítenem hozzá. Jó, addig izajuk, addig upgrade-elgessünk. Készítünk egy lépcsőt, hogy becsalunk egy zombit, megpróbáljuk, hogy be tudom-e csalni. Na. Roppant kíváncsi leszek rá. Gyerekek, mennyi vasam meg kövem, meg minden besül? Nagyon jó. Rengeteg alapanyagom lesz. Várjátok valamit, akkor kellene csinálnom, mert ugye ezt mindenképp fel akarom upgrade-elni. Pillanat. Eszembe jutott valami a creepernek, már megint valami hülyeség. Melyikben van a rengeteg izé?
Ebben van a rengeteg clay és ebben van az is, jó, oké. Mindjárt. Így egyszerűbb szétszedni lehet. 88, talán. És akkor forget steel tudok csinálni 138-at. És ennyi... Azért ez zabálja rendesen, nem gyerekek? Zabálja rendesen. Rengeteg ideje kell, rengeteg vas kell. 138-at, akkor lesz kb. 200, akkor 20 darabot fel tudok upgrade-elni acélra. Na se éjszaka lesz. Mindjárt kipróbáljuk. A zombit valahonnan akasztunk, jó? Mennyi betonunk van? 590, már fele is fogyott, úgyhogy még kell menni betonérbe. És még nincs meg a... Pánik szobánk se. Valami akad. Mikor akad, akkor általában betölt valamit. Elképzelhető, hogy még egy zombi hordát is. Millió XP. Mi fogyott el? Ja, acélt ilyenkor ne tartsatok magatoknál semmiképpen, mert nagyon be lehet fürödni. Tízezer XP, amikor körbeértem. Na, cobblestone kezd el fogyni, ahogy látom, úgyhogy ezt kellene csinálni. Tehát akkor meg kellene még egy 400 minimum. Oké. Közben meg kellene csinálnom majd a létrát. Lehetok, gyerekek, menjünk be. Ja, hát következő zombi hordára is rá kell készülni keményen. Lehetok, itt mi történik? Úgy készül a rengeteg acél. Itt meg ugye égbe. Ebben is van rengeteg acél. Vagy iron. Majd átrakjuk. Jó, mert így bekerült elég sok minden egyébe. Például ebbe csak iron van. Ebbe meg mind a kettő. Úgyhogy átrapakolgatom az öntőformákat, aztán jó lesz ez. Jó van, gyerekek. Majd menjen. Cement. Ez is menjen ez ellen. Ennyi beton. Készül. Ó, nincsen semmi gond, gyerekek. Cobblestone kellett csak, ugye? Meg a fánál nem volt nekem, nem. Jó. Jó, cobblestone elkészül. Addig upgrade-elünk, utána megcsináljuk a lépcsőt, és be kéne csalni valakit. 20 óra van. Siessünk. Acél ne legyen nálam, balde. Remélem, az a lépcsőn becsalós módszer, ez jó lesz. És arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi ideig bírja be, mondjuk betonblokkal. Nagyon érdekel. És akkor ki tudjuk számítani, hogy acélblokkal is mennyi ideig bír ében. Jó, de jó vagyunk. Jó, hogy ilyen alapanyag gyáram van már. Csak honnan fogok leakasztani egy sikító zombit, azt még ne kérdezzetek, gyerekek. Azt még nem tudom. Bízok benne, hogy egyszer akar, össze akarunk egy, vagy jön egy, és akkor azt be tudom csalni.
Mi fogyott el? Kablusztom már megint azt a betyár. De még kellene, megint egy 400 biztos. Craft. Jó, van hozzá alapanyagom, úgyhogy nem egy olyan nagy eresztés. Ugye 400-ból 40 darabot tudok felupgrade-elni, hát annyira már csak elégnek kell lennie. Oké. Közben akkor nézzük meg az acél, hogy készül. És akkor meg tudom csinálni a külső védelmi vonalamat. 57, addig csináljunk külső védelmi vonalat. Vas, mennyi van? 90 darab. Abból 9 darabot fel tudok upgrade-elni ilyet is. Jó, de jó, várjál. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azt a betyár oda nézi, hallod? Jó, és akkor is fogyott. Hál' Isten. Kablusztom meg, közben készül. Egyébként minél durvább a struktúra, annál jobban akasztja a játékot. Ez remélem nem lesz nagy probléma. Jó, most aztán már az kellene, hogy meg kéne csalnom valakit. A felső részt azt hagyom. Valószínűleg azt nem fogja kiütni. Jó, nézzük hol maradt el, még itt elmaradt. Oké. És akkor kellene csinálni, várjál. Oké, csináld csak, várjál, nem, megállítjuk. Izai kellene frame. Frame. Mondjuk kellene egy 6 darab. Mondom 6 darab. Oké. És akkor lépcsővé kellene alakítani. Ez az, jó lesz. Ez jó lesz, ugye? Jó lesz. Na, honnan tudjuk becsalni? Mondjuk csak kicsit becsaljuk innen, jó? És akkor arra gondolt a képer, hogy... Mária? Hogy? Hogy? Na! Hogy? Hogy? És akkor így elvileg beesne. Most például én sem tudok, hogy aki jönné. Most, hogyha jön egy zombi, akkor az így eléggé szívás lenne. Oké, és akkor most kellene még frame. Mondjuk 2 darab. És abból létrát kellene csinálnom, ugye? Elvileg ez a létre, az nekem már jó is lenne. Egy darabban fel tudok ugrani? Arra vagyok. Aha. Jó, akkor meg kellene próbálni becsalni egy zombit. 20 óra, 26, mondjuk felupgrade-elhetném még. Oké. Okay. Hát még kellene egy... Még egy 400. Később is kell, úgyhogy nem gond, hogyha többet csinálok. Jó, fel kéne upgrade-elni, kivéve a létrát, arra figyeljünk, hogy a létrát ne upgrade-eljen fel. Nagyon jó. Igen, nem készül olyan gyorsan, sajnos. Van még egy órám, hogy egy zombit becsaljak és kipróbáljam. Oké. Okay. Szintlépés. Építkezés, szintlépés. 47-es szint. Mária. Mi van? Van még a blaston? Meg készül, csak lassan.
Ja, nagyon lassan. Jó van, van Clay-em is. Clay-t is kell beolvasztani, ott ahol csak acélja van. Föld kukorica, figyelj, ez mennyit ar? Nem mutatja? Azt ki tudjuk próbálni azon a zombi, hogy meddig marad bent. Mennyi ideig tart kiütni egy blokkot? Na, oké, akkor jöhet a zombi csalás, gyerekek. Na, nézzünk egy zombit, szerezzünk egyet, és akkor csaljuk be. Tök jó, imádom egyébként már most ezt is. Ez is szerintem egy tök jó ötlet. Nem, gyerekek? Egyébként föld alá gondoltam először, meg arra is gondoltam, hogy be a bázisba csalom be egyet, és bezárom. De veszélyes is tud lenni, mert elszabadul a szétveri dolgokat. Na, van még egy óránk. Nézzük. Ilyenkor fogadni vernek nem jön egy rossz zombi, ugye? Mibe? Egy medvét becsavadik az, mi? Az is, azért is ki tudnám próbálni. Bár egy zombi jobb lenne. Hol egy zombi, gyerekek? Nem hiszed el. Nem akarok olyan nagyon messziről csalni, mert szét, amire ide ér. Tényleg, Goku? Alok, ilyenkor aztán bazen nincs egy bűrös zombi. Beszarsz, nem? Nincs zombi. Azért jobb ez, mert ugye be tudsz nyúlni, és fel tudod upgrade-elni a többieket, és meg tudod javítani a belsőket, és nem megyünk arra, arra szokott lenni. A francia sem bele. Meg azt is ki kell próbálnunk, hogyha kilépünk, meg visszalépünk, akkor megmarad-e. Úgyhogy azt is kipróbáljuk, úgyis a rész vége lesz kb. Csak jó lenne egy zombit szeretni be az... Jöjjön már egy zombi! Nehogy már most ne jöjjön! Mindig zombik jönnek. Most egy darabot nem találok. Ezt megőrülök. Mi a vége izédnek? Napnak, éjszaka lesz. Akkor meg futnak, az nem nagyon lenne jó futó zombit csalni, nem? Vagy... Hallod, egy darab zombi nincs. És még mindig nem nőttek meg a fáig. Nincs zombi. Behasz, hogy nincs zombi, hallod? Komolyan mondom. Visszamegyünk, megnézzük, ott van még. Nem fogok tudni szerezni egy zombit. Be akarok csalni egy zombit, legyen már egy zombi. Ez mire jó oda? Hát ezt te nem hiszed el, hallod? Nincs egy nyomvad zombi. Ezt te nem hiszed el, ez nagyon durva. Nem, ezt most már nem értem. Komolyan mondom. Na meghallja valaki, vagy nem tudom mi van már. Ez már kezd a röhely kategória lett, nem? Semmi zörgés, egy büdös zombi medve meg, se zombi, se semmi. Hát meddig menjek el már? Jöjjön már egy zombi, dick!
Hát ilyen nincsen. Esküje nincs. Negyven van, hallod? Ma... Nem hiszem el. Komolyan mondom, én nem értem. Jó. Komolyan mondom, ez röhely, hallod? Ez érzik bazaj, hogy mit akarok csinálni, úgyis. Érzik, hogy négyes pisztoly, nagyon örül a keeper. Még jobb pisztolyunk lett. Már érdemes volt itt zombit keresni, nem? Egy négyes pisztolya lett a keepernek. Jaj. De jöjjön egy zombi! Már lövök kinomba, hogy meghallja valami. Ilyen messze eljöttem, hallod? Na nézzük. Egy volt még egy. Megint olyan hosszú videó lesz, ezt utálni fogtak. Ilyen dolgokat szét lehet lőni? Egy kaktusz. Attól damage-elődik? 52, tessék. És nem jön zombi, hallod? És megpróbáljam éjszaka, azért az elég veszélyes lesz, nem? Futó zombival izélni. Kergetőzni. Na most mit csinálják, nem? Most szerezzek egy futó zombit, vagy beszarsz neki. Ez a több mint gáz. Na, éjszaka van. És nincs zombink. Pedig ki kell próbálni! Hogyan próbáljam ki akkor? Ezt ugye ezt a létrát, ezt majd föl tudom menni, ha följönne. Na hát akkor mit csinál? Várjunk egy kicsit? Ha várjunk egy kicsit, nem? De sül a kaja, mit tudom én körülnézek. Hát nem tudok mit csinálni. Amúgy egy ezért akartam csinálni egy fotelt. Oda kívülre. Na mi helyzet itten, gyerekek? Készül még az acél? Van még acél? Mi ez? 4x4-es trackot. Nem tudom megcsinálni, ez annyira örülnék neki, ez pedig... De csak egy alkatrészt kell meg kaszni. Ó, te fiú, na várja! Forget steel! Miért nem tudok csinálni? Ja, az ironom elfogyott ebből. Aha, majd át kell rakni a másikba akkor. Nem bajám, egyébként semmi gond nincsen. Meg ebből is kellene, ezt meg túlnak folyjuk, meg ezt kivesszük. Majd megnézzük itt egyáltalán, ha itt még megy be a play. Itt lesz itt a dolog. Jó, itt iron van. Itt meg a kő, kifogyott az alapanyag, nem gond. Hanem... Még akkor... Beton, azt csinálhatjuk. Millió darabot készítünk. Amit még akart a keeper, kellene ebből... Jajjaj, receptek. Crossbow arról csinálni. Miért kettőt tudok csinálni? Mi hiányzik? Mi? Hát de ilyet csináltam én ma. Vagy csak Iron-t? Iron-t csináltam, baza, ugye? Az a... Iron-om van nekem csak? Meg steel-t akartam már csinálni. Ja. Ilyen kell. Én hülye csináltam ilyet. Na mindegy, nem baj. Most aztán biztos szittok, hogy ilyen hülye voltam. Ja, nem tudok csinálni. Még nem tanultam meg. Iron crossbow, arról kell. Akkor azt majd kell kisütnem. Azt mondja, hogy... Ebből tudok ütni, és... Várja, mi ez? Iron... Arrowhead.
A frances embere. Hülye volt a keeper, mint az állat. Na. Szóval 81-em. Hát egy kicsit bocs, hogy itt a tökörészünk, de be akarok csalni mindenképp egy zombit. Ez nagyon jó ez a kibemaszkálás. Azért kellene becsalnom egy zombit. Mert ha nem csalok be. Ugye most kilépek a játékba, ki tudom próbálni, ha visszalépünk, akkor mi lesz a zombival, hogy eltűnik-e. Úgyhogy emiatt lenne jó. Na gyerekek, nézzük. Nincs-e véletlenül, nem-e jött? Nem-e látunk egy pürös zombit? Egyébként én ezt nem tudom felfogni, hogy ez hogy működik, hogy... Van, hogy egy darab nincs sehol, soha. Van, hogy egy csomó jön. És most ennyire megszívottnak gyerekek, ennyire. Hogy egy darab zombi nem jön. Aja, nézzünk akkor valamit. Spike trap vagy ilyesmi. Na ilyesmire is gondoltam, hogy ilyet körbe rakni. Ezt fel lehet upgrade-elni ilyen nagyon furra? Az is érdekes lenne. Ez milyen trap? Figyelj, ilyet tudok már csinálni, ilyen pörgő csapda, de ez gondolom kell elektromosság, ugye? Akkor? Ilyen pörgő pengék. Iron Spike Trap. Gondolom ezt lehet föl olyanra upgrade-elni. Forget Iron-na ezt. A Wooden Spike Trapot. Ez például mondjuk jó lenne oda kívülre. A sort. Figyeljetek, addig megcsinálom. Most nem tudok mit csinálni. Hány darab kell vajon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kevesebb lövés kellene nekik, írtátok egyébként. 8, hát egy 20 darab kellene. Minimum. Nem paraszkodhatok, hogy nem elég hosszú a rész, ugye? Ja. Csinálunk néhányat, azt felupgrade-eljük vassá, jó? Nem én el. És nincs zombi, hallod? Beszarsz. Esküszöm. Elmentek izé aludni, vagy nem tudom mi a szabadnaposak. Ez röhely. Nem? Most nem az? Dehogy nem, ez nagyon az. És akkor felupgrade-eljük, megnézzük, hogy ebből mit lehet kihozni maximálisan. Mert szerintem egyébként más strap. Most egyelőre nincs a játékban. Ez ugyanúgy van? Aha. Kellene még akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akkor kellene még 4 darab. Többet nem csinálok, hanem inkább akkor ezt felhúzom ilyen maxosra, tudod. Miért csinálja? Még kettő. Inkább feltuningolom maxosra, mert... Na és akkor nézzük meg, hogy mivel tuningolja. Mi kell? Vas? Mi az? Steel? Azt nem mondod, hogy... Várjál most, mit upgrade-elek egyáltalán? Vas kell. Csak ne vigyázni kell, hogy a steel ne legyen nálunk, mert akkor más upgrade-el. Ja, akkor vas se lesz fel upgrade-el. Tökéletes. 23 óra van és még mindig nem jött semmi. Na várjatok, mi a szituáció itt? Melyikben van sok cucc? Ebbe, ugye? Igen. És még mindig olvad be, nagyon jó. Iron kellene nekem. Szerintem egy... mennyit fog elhasználni szerintetek? Nézzük egy 10-et.
Kaptunk egy tizet, azt meglátjuk, jó? Na itt van az iron. Crossbow. Így vagyunk, ugye? És mi kell? Ide kell. Modától, az meg a fegyver alkatrészben lesz. Modától. Oké. És akkor lesz megint 100 akárhány darabunk, le voltunk amúgy, 150-re fel tudjuk nyomni megint. Oké. Milyen gyorsan csinálja a vasat? Mindjárt meg kipróbálom, hogy mennyit használ. Hűha. És ez följebb nem viszi szerintem. Mennyit használt el, basszat? Jó! 5 darabot elhasznált egy ilyen szarra. Na igen, biztos nagyot sebez. Mindegy. Úgyhogy akkor kell egy csomó, 5 darabot elhasznált arra. Hány van összesen? Ne csináljunk fölöslegesen, nem? De még mindig nem jött zombi, az a fő projektám, hogy zombit szedünk. Mindjárt ránézek, hogy nincs egy bőz zombi. Legalábbis az... Arra megyünk rá, hogy azt kellene le... Halljátok? Itt valami megbugolt? Vagy mi a franc van? Én nem hiszem el már. Na várjátok, számoljuk ki. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, meg 9, ugye? 23 darab kell. És 23-szor 5. Akkor gyakorlatilag egy 100 darab még nem ártana. Mennyit tudnánk csinálni? 800-ot. Jó, 100 darabot legyártunk. Nem is kell 100 darab, 90 darabot legyártunk. 91 darabot. 91. Jó. Közben egy épülget a védelem. Ha nem is olyan marha gyorsan. Közben megnézzük már azt a rohadt zombit. Ki kell próbálnom, ki kell lépnem. És vissza akarok lépni, most nem akarom gameplay-en kívül kipróbálni, erre meg nem jön egy rohadt zombi, beszartok gyereknek. Szóval az a spike trap az biztos jó lesz. Majd ezt kipróbálom, hogy mekkorát sebez. Rácsalunk egy zombit aztán, hogy akkor mit. De az a baj, az ajtónál nem tudok rakni. De nem baj. Meg ugye még esetleg rakhatnék még egy-két sort. Mindenképp normál bázissal akarom bevédeni a bázisomat. Vagy normál bázissal akarom megvédeni magam. Nem akarok trükközni. A repülőbázis még semmi. Ha horribilis védelmi rendszert kell kialakítanom, akkor horribilis védelmi rendszert alakítom ki. Akár 100 fal vastagot, nekem mindegy. De normál módon védjük meg, ne az legyen, hogy valami trükközzünk. És nincs zombi, beszarsz, hallod? Pedig ugye itt akkor följönnék, de leugranék. És amikor a zombi leugrik, akkor én meg... Úgy! Valószínű fejbever vagy valami, de nem baj. Talán túléljük. Ez a dupla nyomás, ez tök jó. Beakadt. 20 darab megvan, várjatok? Várjatok, van egy ötletem. Van egy ötletem a Keepernek. Álljunk meg. Ecsetet hogy tudok csinálni? Mi az ecset? Az csomó, mi van mindenféle. Ecset az mi? Ott az, ezt hogy kell csinálnom? Nem tudok csinálni, vagy tudok? Tudok csinálni egy csetet? Nincs megtanulva, nem? Hogy ezt nem kell megtanulnom? Wood meg leather, aztán kész. Mindjárt megnézzük. Passz. Extrém hosszú rész, gyerekek! Na nézzük, ezt az ecsetet kíváncsi vagyok, hogyha van festékem, akkor ez hogy működik? Akarok egy kicsit fösteni.
Itt van valami festék, de az hogy működik, hogy egy elvisz, el fogja vinni? Egyét craft. Mondjuk, ha pirosra akarok valamit festeni, akkor ez hogy működik? Mondjuk, az hogy kell nyomnom egy ilyet? Gondolom, paintball. Roller. Surface. Materials. És hogy tudok ilyet festeni mondjuk? Vagy, nem tudom, várjam. Nem akarom elhasználni, nem tudom, hogy ez hogy működik. De, várjam. Pillanat. Kellene nekem 10 frame. Figyeljetek, hogyha nem jön zombi, akkor ezt kell csinálnom. Hát egy 10 frame-et biztos, hogy kell. Inkább egy 10 akármennyi. Oké. Okay. Kellene nekem egy speciális. Ilyen. Ezeket kellene csinálnom, csak az a nagy bajom ezzel. Mondjuk egy Z-t. Csináljunk egy Z-t. Úgyhogy ezt megcsinálom, hogy Z. Ezt miért nem lehet kiválasztani, hogy milyen színű legyen? Csak olyan lehet, mi? Z. Oké, okay. Kiválasztottam, hogy Z. De ugye ezt csak úgy tudom felrakni, hogy így a levegőbe kín van. És ez nem néz ki gátosan? Így. Zó. M. B. I. L. A. N. D. Érted? Így a levegővel lesz. Mert szerintem úgy nem olyan rossz. De miért? Az a baj, nem tudod megfordítani, ahogy megfordítod. Nem tudod tükrözni. Tükrözni nem lehet, ugye? Copy rotation, meg ilyenek van. Tükrözni nem tudod. Ez mi? Nem ez volt az? On face. Most ezt a forgatás, apa. Így jó viszont. Most jó. Most jó. Várj, ezt levesszük. Azért. Ó. Na, ugye volt egy olyan, hogy a... Hogy gyakorlatilag olyan volt, mint a tükröztük volna. Jaj, bocsánat, már megint itt nagy időt elveszek az életetekből. Zó, hol az ó? Kárnám, zó. Oké. Okay. M. Örülök. A Zombieland felirat, ugye? Az hiányzott nekünk. Egyébként írtátok már régóta, csináld már meg a Zombieland feliratot, hát az hiányzik a bázisunkról. Ugye? Tök jó. B. B. Azon gondolkodok, hogy ez milyen legyen. Fából fogom megcsinálni. Vagy lehet, hogy ilyen maradjon? Zomb. I. Zombi. Nem ez. Ez. Ez volt az ik, biztos? Nem kiírja, nem? Na itt volt? Még egy, az mi? Ez a J lesz. És úgy lesz, hogy itt lesz egy L. Azért nem ismétlődik egyik se. Ez tök durva. L. A.
N. És jöhet egy D. És kézzel. Nem tudom, hogy mennyire upgrade-eljük föl, hogy hogy néz ki neki jól. Ez a, lehet, hogy fel kéne fára. Mert akkor zombi lenne, mert az jobban látszana, úgyhogy ez a fára lehet, hogy felupgrade-eljük. Várjál. Ne legyen nálam semmiképpen vas, vagy acél. Mert akkor az alsót lehet, hogy felupgrade-elni. Na és a festésre is gondoltam, hogyha lehet, hogy az lenne jó, hogyha ki tudnám festeni, mondjuk pirosra az ambulance feliratot. Ugye így, és akkor most megpróbáljuk ezt az ecsetet. Olyan jó, hogy annyi minden lehetőség van ebben a játék, hogy megőrülcök. Na nézzük meg. Mit kell itt nyomnom? Na. De várjál. Itt van nálam ez a szar. Hát akkor az hogy? Be kell táraznom, hogy mit kell csinálnom vele? Várjál már. Ez mi? Ez majd, hát ezt tudjuk kell. Material, spin. És kihasztom. Baromira nem csinálja, de miért nem csinálja? De van nálam füsték, öcsém. Material. Peros. Nekem van peros festéke. Gyerekek, miért nem csinálja? Vagy hogy kell festeni, bazd meg? Hm? Van festékem, tesó, hát. Egy festéket ide kell rakni, hogy azzal kell valamit. Hogy... Az, miért nem föst? Hát bazza, nem föst. Nem fest, miért nem fest? Akarom, hogy fessem, miért nem fest? Hm? Egy per méter. Hát ott van, hogy mennyit használ el. De nekem van redem. Painted. Painted. Egy per méter. Ott van, hogy mennyit használ. Hát a francesen bele. Na mindegy, zombi lenne, az megvan. Hát felehessen bele, nem tudom megcsinálni. Bocsánat, gyerekek. Biztos én vagyok béna, vagy az Isten tudja. Nem jött össze. Hát tényleg, sorry. Na megnézzük, mi a szituáció, ötképpen kezdem unni, mert már hajnal van mindjárt. Még mindig nincs egy büdös zombi. Hát én ezt el nem hiszem, komolyan mondom én ma. De figyeld, most meg a más jellegű az eset. Kiválasztja, hogy milyen szín legyen, de... Meg oda néz. De az aljára kell nézni, ja. Úgy gyerekek, ez elég veszélyes lehet, nem? Azt hittem, zombi hangot hallottam, már megörültem. De jó lenne. Na, azt hiszem, hogy pont elég is lett. Nem maradt még 5 darab, egy kicsit elcsöztem. Nem baj, gyerekek. Na, én most már azért baráték, ugye? Még jobb a védelem. Nézzük már meg egy zombit. Ha kell, akkor elmegyek azt szerintem. Azt, hogyha többen jönnek, megvédem magam, egyet ide csodok. Hát... Megőrülök, öcsém, gyerekek.
Mindig topzódnak a zombik, mindig. Mindig. Erre most meg egy darab nincs. Én ezt föl nem tudom fogni, esküszöm. Ezt hogy lehet, hallod? Ott egy. Újra. Nem lát, de fut a hanghoz. Így lehet csalni. Jó. Csaljuk a nagy darabot. Ugye nem lát meg minket. Gyere barátom, gyere. Nehogy most meg egy rahedli jöjjön. Gyere, gyere. Talán ne fuss a csapdába. És mi a fasz? Gyere ide! Vegyél már ezt fel hülye! Jó gyerekek, oké. Okay. Megtörtént az esemény. Van egy zombi. Van egy zombink. Fogtunk egy zombit, igaz? Megnézzük, mennyire amortizálja. Szalad a tűz. Ez elég jó ütő. Szerintem egy lehetőségittól kevésbé ütné. Ugye segítő lenne, akkor ez folyamatosan már csalná a zombikat. Na jó van gyerekek, itt a vége. Az lesz, hogy... az lesz, hogy kilépek én is, és meg fogom nézni, hogy itt marad-e, vagy benn marad-e. Hogy nem-e spawnol ki a zombink. Mert akkor igazából sok értelme nem lesz, bár akkor is azért hasznos lesz. Viszont tényleg az lenne jó, hogyha ott benn maradna. Ugye rájavítani, hogyha sikító zombi lesz, akkor folyamatosan rá tudok. Szerintem ő nem is sebez akkorát, ez egy elég nagy sebz a zombi, én úgy gondolom, ez egy elég veszélyes. Szóval... jó. Meg ugye, ha körben megyek, akkor mindig más blokkot fog ütni, kiugrani, ahogy látom, nem tudnak. Ugye hiába ütik ki a felsőt, nem fog tudni kijönni, ki kell ütni az alsót is.
Szóval ez egy eléggé nehéz lesz neki, de hogyha például acélra fel upgrade-elem, akkor meg biztos, hogy mit tudom, órákig itt lehet lenni vele. Szóval lehet farmolgatni. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, következő részben várlak benneteket, kíváncsian várom, remélem ti is, hogy bemarad-e a zombi a kalitkába. Na, jók legyetek, csácsomi csőtészta!